csak azok a percek, amikor tényleg a testedet, a gondolatodat, és mindenedet át kell adni Istennek. Lehet vele beszélni, lehet dicsérni, és gyakorlatilag ő is szólhat. Mindegy, mindannyiunkhoz. Ez azért fontos, mert ugye sokszor szoktuk hallani, hogy vannak, akik csak a mának élnek, de az egyik ígyunk volna, hogy úgyis meghalunk. Vannak olyanok, akik a múltban élnek, csak amikor a magyar-angol 6-3-ról hallottam, nekem az már nem jövő, tehát hogy csak a múltban élnek, de vannak olyanok, és a keresztények között is, és néha még én is tetten érem magamat, hogy ilyen vagyok, hogy holnapban élek, és ez nem jó. Tehát amikor annyi feladat van, bőgés van, hogy mindig csak a holnapi napra kell gondolni, ez az aggodalmaskodás egyébként, a szélsőséges esetben. És amikor eléred a holnapot, akkor nem tudsz örülni annak, hogy ami van, hanem már a holnapra gondolsz. Ez nem jó. Tehát nem jó, azért mondtam, hogy remélem, hogy készen vagyok, mert most ne azon gondolsz, hogy agyaj, mi lesz holnap, holnap után jövő héten, hanem hogy te itt vagy, mi itt vagyunk, és hogy Isten is itt van. Hogy ne aggodalmaskodjál a holnap felől, hanem Istennel most lehet kapcsolatban. Én tudom, én az utóbbi időben mindig most a kijelentést bogaráztam Isten igényében, mert az ember mindig szereti kerekben látni az életét, a történetét. Ezt már mondtam nektek, minden ember így van. Egyébként ez a reménység, amikor nincs meg a történeted, de valamivel reménykedsz, úgy kerekíted ki a történeted. Mindig így van, és amikor nincs kijelentés, mondtam, hogy van, amikor akkor jön az okoskodás, mondtam nektek a múltkoriban a vérfolyásos asszonynál, ott is okoskodtak, nem volt kijelentésük a tanítványoknak, az biztos azért történt, mondják a tanítványok, hát sokan vannak. Nem látták azt a csodát, ami végben ment, hanem egyszerűen csak szorította őket a tömeg. De van ilyen okoskodás, még sokszor három dolgot szeretnék mondani, mert mindig szeretnénk valami olyan kijelentést kapni, ami olyan egetrengető, meg olyan nem olyan egyszerű történet. Már többen vagyunk itt régen hívők, keresztények is, valami olyan dolgot akarunk meglátni, megérteni, ami nem egyszerűen csak Isten igéjéből van. És három dolgot, hogy azért vannak egyszerű dolgok, tehát hogy lehet kijelentést kapni. Ugyanezt történt, amikor Jézus feltámadt és megjelent a tanítványoknak ott a felházban. Hát ugye teljesen reményben, nem volt kerek a történetnek is. Hát nekik az volt a reménység, hogy Jézus gyakorlatilag őt valami olyan dolgot fog csinálni Izraelben. Tehát teljesen nem volt bennünk hit. Megjelent Jézus, és olvassuk a Lukács 24-ben, nyugodtan elolvashatjátok, azt mondták, hogy szellemet látnak. Tehát mondom, amikor természet fölötti dolgokban hívő emberek is szeretik kikerekíteni a dolgokat, gyakran ebből vannak egyébként a hamis tanítások, hogyha ez nincsen lefedve. Mert azt mondják, de egyébként volt ez ugyanaz, amikor kísértetet láttak, amikor Jézus feltámadt, vagy amikor Péter kiszabadult a börtönből, nem volt kerek, azt mondták, hogy ez az angyala. Valahogy ki kell kerekíteni a történetet, most ez a lényeg, és Jézus ott azzal kezdtem el, hogy szeretném mindenki, vagy többen, hogy de jó lenne, ha Jézus megjelenne. Ha most itt valóságosan, mert akkor milyen dolgok történnek. De ha megnézzük ott, hogy mi történt, egyrészt az új ember megszületett, tehát gyakorlatilag, amikor már elhitték, mert azt mondta Jézus, nagyon egyszerű kijelentést, tehát nem ilyen túlszerű, azt mondta, hogy a szellem nincsen teste és húsa. Tehát ilyen nagyon egyszerű, racionálisan, gyertek, nézzétek meg. És utána elhitték, és utána azt olvassuk, hogy amikor elhitték, ugye, hogy ez a Krisztus feltámad, akkor arról olvassunk az igében, hogy akkor az ember megmenekül, üdvözül. Ezt a szívében elhiszi, és utána azt mondta, hogy vegyetek szent lelket. És akkor az az új faj, amit Sanyi mindig mondogat, hogy az új faj, ez ekkor történt, mert ugyanaz történt a teremtésnél. Ott volt a
az emberi sokat vették a Szent Lelket. És mi történt? Azt mondta Jézus, vagy ezt olvassuk, hogy megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat. Tehát volt egy újjászületés, és utána egy ilyen egyszerű dolog, az írásokat megérteni. Menjünk egy kicsit vissza a második kijelentésre, hogy milyen dolgokban tud Isten kijelenteni dolgokat még nekünk. Emmausba mentek a tanítványok, teljesen összetörve, nekik se volt kerek a történet, azt mondták Jézusnak, akiket nem ismertek fel, hogy az volt a reményünk, tehát nekik is volt egy reményünk, hogy teljesen összetört. Beszéltek ott az írásokról, Jézus elmondta, hogy ez hogy is van, miért kellett lenni, akkor sem látták, hogy Jézus, és akkor egy egyszerű kenyértörésnél, amikor hálát adok, megtöltödök, akkor megnyílt a szemünk látása, és ilyen hétköznapi dolgokban is lehet kijelentést venni, amikor észreveszed körülted a dolgokat. Amen. Hogy Isten miket csinál. Nem lesz Biblia kettő, tehát nem lesz egy Biblia. Az írás azt olvassuk, hogy az írás az teljes. Ennyi. Ami nem teljes, az a mi értelmünk, meg a kijelentésünk, de az írás az teljes. Amen. És gyakorlatilag a hétköznapi dolgokban is Isten ki tudja jelenteni magát. Most csak két dolgot eszembe jutott, a Per és Isten. A példázatok egyébként nagyban erről szólnak, amikor valami példázatot mondanak, hogy Isten hogyan is működik, és kijelenti. De Per és Istvánnak a váltó futásról, ez is az, hogy ki azt mondta Isten, és egy kijelentés. Amen. Vagy most eszembe jutott a múlt héten Attila mondta, hogy amikor azt mondja, hogy ne aggodalmas vagyatok, mert nézzétek az égmandarait, hogy ez nem arról szól, hogy ne dolgozzatok. Nem hiszem, de ez volt a múlt héten. Hát, nyáron volt egy fecskepárunk, egy fészket rakott, nagyon élveztem, minden nap néztem. Hát azok bűriztek. Nem csak az építkezéssel, hanem utána meglettek, négy tojás lett. Az egyik mindig ült rajta, a másik csak bűrizett. Amikor a négy kikelt, akkor semmi más nem csinált az a két fecske, csak hogy mert nem arról szól, hogy ne dolgozzál, mert nézd az égmadarai. Hát ezek reggeltől estig azon bűriztek, hogy ezek a madárkák, ezek a kis fecskék jól lakjanak, és hogy egyszer kirepüljenek, aztán elrepüljenek innen. Szóval ilyen dolgokból lehet kijelentést meríteni, egyszerűen tetten érni, hogy Isten mit akar mondani nektek, vagy nekem. Harmadik, és ezzel be is fejezem, megint egyen visszamegyünk, most, hogyha már így kezdtem, az asszonyok a sírnál, ők is összetörve. Tanástalanul úgy olvassuk a sírnál, és ott megjelenik az angyal, és nagyon egyszerűen azt mondta, hogy emlékezzetek meg, mit mondott nektek Jézus, hogy neki ezt és ezt kell történni, és utána azt olvassuk, és emlékeztek. Egy másik fordítás szerint nekem jobban tetszett, jusson eszetekbe, mit mondott nektek Jézus, és eszükbe jutott. Én ezt várom, tehát, hogy Isten így ki tudja magát egyszerűen jelenteni. Mind a három történetben ott van erősen az írás. Anélkül nem fog menni a kijelentés, azzal összhangba kell lenni. És remélem, hogy a mai nap is megnyílik az értelmünk, meglátunk egy-két dolgot is, hogy eszünkbe jut egy-két dolog, ami tovább fog vinni a holnapra. Amen. Tényleg, hogy álltok el, és imádkozzunk. Mindjárt köszönöm neked, hogy te vagy a mi Istenünk, és hálás vagyok, hogy te a kijelentésnek és a bölcsességnek a szellemét is adod, és köszönöm neked, hogy elvezet minden igazságba, és köszönöm, hogy ezen a mai napon is olyan megismerhetünk még jobban, még többet tudhatunk meg rólad, magunkról. Meg akarunk állni, és nem csak a holnapban élni, hanem a mát megélni veled, megélni azt, hogy te jóságos Isten vagy, megérezni és meglátni, hogy te kegyelmes Isten vagy, aki annak ellenére, hogy bűnös emberek vagyunk, te gondolsz ránk, te megtartasz bennünket, te gondviselő Isten vagy, és mindig megadod a menedéket arra, hogy hogyan folytassuk az életünket, és köszönöm azt, hogy üdvösségünk lehet. Köszönöm neked az új életet, köszönöm neked azt, hogy te a dicséretek között lakozol, és szeretnénk a mai napon neked oltárt építeni a dicséreteinkkel, kifejezni azt, hogy te vagy a mi Istenünk, és rajtad kívül nincsen más Istenünk. Amen. Amen. Van néhány dolog, amit csak ma lehet megtenni. Az egyik ilyen az örvendezés.
A másik ilyen a megtérés. A harmadik ilyen Isten szavának a meghallása. Azt mondja, hogy ma az ő szavát halljátok. Vagy keressétek az Urat, ami megtalálható, és hívjátok segítségül, ami közel van. És hozzá ilyen hangos hála, hogy nem szólnak. Jézus Krisztus, győzelmet adott a keresztre. És megszületett egy új dal. Egy új minőségében lehet magasztalni az Urat. Halleluja! Mert ő felülültetett minden fejedelemséget, minden hatalmasságot. Zengen hangos hála éppen. Szívünket töltse meg. Újjongjon az ő győzelmének. Oh,
felénél járok, legyen ez bármi, akkor mindig örülök, hogy te jó mégincsége. Nem csak a dicséret volt. Még nincs vége az alkalom. Isten még fog szólni a mai nap. És ezt hiszem. Át is adom a szót. Foglaljatok helyet. Köszöntelek titeket sok szeretettel. A gyerekszolgálat Nagy Timóteussal és Petrával az élen vonul hat. Gyerekek, menjetek bátran Timóékkal, akik itt vagytok. Van hitetek, tudom, egy jó kis megvallással együtt kifejezni, kik is vagyunk. Ámen? És hogyha így vagytok velem, akkor lapozzatok két, kérlek Péternek mellett. Lehet, hogy szóval sokkal, ha beindul a szekély. Oké, köszi. És akkor az Péter első levél második rész 9. versét fogjuk olvasni, átváltva arra, hogy mi. És a voltatok helyett voltunk. Péter első levele a második rész 9. vers. Sikerült, megtaláltátok? Na akkor olvassuk együtt, jó? Mi pedig választott nemzetség. Királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagyunk, hogy hirdessük annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el minket, akik hajdan nem nép voltunk, most pedig Isten népe vagyunk, akik nem kegyelmezettek voltunk, most pedig kegyelmezettek vagyunk. Amen. Tehát hadd mondjam el, hogy te választott vagy, téged Isten drága áron megváltott, elhívott, kiválasztott, népévé tett, király is vagy, pap is vagy, királyi papság vagyunk, szent nemzet, és megtartásra való nép. Isten szeretne téged és engem megtartani, megőrizni, egy szent nemzetként vigyázni rád, és van célja az életünknek, ez nagyon jó. Mi a célja az életünknek? Mivel megtart, és mivel szent népe vagyunk, és mivel hatalmunk van általa, királyi papság vagyunk, mivel kenetünk van, mivel szolgálatunk van. Amen! Mi a célunk? Hogy hirdessük annak hatalmas dolgait. Aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el minket. Amen. Ezekhez tartozunk. Ez a nép. Ez a nép, ahol mi is tartozunk. Örülök, hogy így együtt lehetünk, és azokat is köszöntjük, akik most vannak itt először. Megkérdeztem Valinak a barátnőt, hogy találkoztunk-e, már mondta, hogy még nem. De most már találkoztunk, köszöntünk sok szeretettel. Kívánom, hogy te is ez a néphez találjál, Istennek a népébe, ahol szolgálatod van, hatalmad lehet, ahol szent nép közé tartozhatsz, megtartásra való életed lehet. Kívánom. És önök köszöntjük a Beretről, Szőrén szállán, ugye? Miskolciak vagytok? Te Bereti vagy, oké, majd kinyomozzuk, de még nem tudom. Örülünk, hogy nagyon kicsit vagytok. És
Most Németországban éltek, vagy dolgoztok, de most itthon vagytok. Szuper. Nagyon örülünk, hogy eljöttetek. Mi találkoztunk már egyébként? Igen. Igen, mi találkoztunk? Oké. Okay. Szuper. Hadd hirdessek vagy két apróságot. Az egyik, hogy ez a házasság áldása videó, csak annyi, hogy örömötök legyen velem együtt. Egy hét alatt olyan nézettséget ért el, ami egy videónál mondjuk 3 éve sincs. Vagy duplája annak, ami 3 éve mondjuk egy videónál. Persze vannak nagyon nézett videók is, de ez kiemelkedik. Ezért, ha még valaki szeretné megosztani nekem, most a hentes pultnál, vagy a csemege pultnál mondta a boltba, tegnap a hölgy, aki ott volt, hogy mennyire jó volt, ő is megnézte, és szuper volt, úgyhogy már egy ok a következő beszélgetésre. Amen? Már egy lehetőség bekapcsolódni. Hát örülök, hogy megnézted is. Volt valami, ami igazán tetszett? Vagy tudom, hogy házasságban lesz valami, nem tudom, mit hoz a beszélgetés, de már egy lehetőség, egy ilyen videót, ha megnéz valaki arra, hogy utána beszélgessünk vele, és hirdessük Istennek a dolgait. Úgyhogy most a nézettségem már 200 felett van egy hét alatt, ami nagyon jó, és már a húsvétre gondolva találtam egy nagyon jó videót. Az Gabrielának nem tetszik, ezt nem én csináltam. Majd a Sanyira megmutattam, lehet, hogy neki tetszeni fog. Nagyon durva. A Jézus Krisztus kereszt haláláról és győzelméről és a hatalmáról és a királyságáról. Nem. Olyan, mint egy háborús, ilyen hangos bemondós, és mert ezt hangos bemondós hír, és akkor megy az agitálás, de ez nem agitálás, hanem megy a győzelmi hír, hogy ki az, aki megnyerte ezt a csatát. Fekete-fehér, és angolul jönnek ki a betűk olyan sebességgel, mint a nem tudom hány lövetűből a töltények, és alá lehet nézni magyarul. Németül már megcsinálták, magyarul megcsináljuk. Na, tehát készülök ilyenekkel, és ez jó. A másik, hogy a Timó és Szabi a táborhelyet nagyon szuper, hogy megtalálták. Nagyon köszönjük nekik. Most a vezetőn is elmondtuk, szuper helyünk lesz. És Babinál lehet jelentkezni. És beszéltük a diakónusi vezetőjén, hogy lehet hívni nem hívő barátokat, rokonokat, családtagokat, akik eljönnek, és jól érezzük. Úgy gondoljátok, hogy jól fogják érezni magunkat, mert nyitottak. És nem egy rossz szájízzel, vagy nem egy nehéz légkört teremtenek önmaguk és a mi számunkra sem, akik örömmel el tudnak jönni. Nem feszültséget teremtenek, hanem tényleg van, arra vágyuk, hogy eljönnek. Hívjátok azokat. Annyi helyünk van, amennyit csak szeretnénk. Akik elmentek a Gyüliből, esetleg Pesten vannak, ugye Biancáiknak, Fertan most nincs itt, nekik is írjatok, vagy nem tudom, tehát bátran lehet hirdetni a tábort is. Jó? Úgyhogy, és Babinál kell adni a pénzeket. Az első 5 hónap az 2000 forint, a 6. pedig már kevesebb lesz, most Timó nincs itt valamennyivel mindenki. 1200 lesz a 6. hónap. Jó, és így tovább Babinál kell jelentkezni. Nagyon örülünk a házi csoportban a bővülésnek. Mónikának és Marikának. Most ott voltam a házi csoportban. Szuper volt. Nagyon jó volt. Nagyon jó volt. És Péter lemaradt most. Nem baj. De megduplázódott a házi csoportunk. Körülbelül is. Péter is meg uram nekem. Bocsáss meg, uram. És még valami eszembe... Megteremtettem. A szó bennem. És valami még eszembe volt, de azt most elfelejtettem közben. Nem értem most fel, de majd azt eszembe jut akkor. Eszembe jut akkor mondom. Oké. János 16. részéhez kérlek, hogy lapozzatok. Ja, tudom, mit akartam mondani. Hogy emlékeztek a születésnapon, felolvastam egy levelet, ami történt vele. És azt ugye elküldtem a Gyülivel Stuttgartba, és onnan visszajött az igen, ami a születésnapi igényre emlékeztek. Visszajött Péter. És most 2 hónap után nem dobták ki. Tehát nem volt elfelejtve. Most a Gospel Fórumos honlapnak a címlapjára kerültünk, hogy nálunk mik történtek azóta, vagy mert velem mik történtek, vagy velünk mik történtek azóta. És én nagyon örültem azért, hogy ez a kapcsolat az létezhet, vagy meg lehet, és hogy úgy képbe vagyunk ott. Én ennek örülök. És nagyon jó volt olvasni, szó szerint szinte ugyanazt a levelet, amit novemberben elküldtem most a címlapon. Szinte szó szerint, igen. Ami még nagyon jó, hogy így most túlozni fogok, de mégse. Én nem vagyok a túlzások embere, nem is szeretnék azon, de az egész világ
egy ilyen dologon keresztül is meg tud nyílni előttünk. Kapcsolatok, lehetőségek. Hát csak valaki azt mondja, hogy nézd már, van egy ilyen magyar gyülekezet, micsoda jó csapat. Bárhonnét, vagy bármi történhet. Most én nem várok ilyeneket, ne értsetek félre. De minden ilyen kapcsolat azért van az egyházban, hogy Isten szelleme ezt használja. És nem számítok most semmit ezáltal, csak arra számítok, hogy egy kapcsolat működjön, ez a lényeg. Erre viszont számítok. És siker volt. Örültem neki. Jó. És akkor János 16. része. Olyan forró volt a húsleves, hogy megégettem a számot. Fűteni kell. A forró, mint a legyen. Rendesen meg le kell hűtenem magam. Oké. Okay. János 16. részhez lapozzatok. Hát azt a címet adtam a mai szolgálatnak, amit beírtam a telefonomban, amikor imádkoztam, és ima közben felegyeztem, aztán majd remélem sikerül kibontani, mi ez. Az a cím, hogy a nagy dolgokat elhordozni. És nem akarok elébe rohanni a dolgoknak, de azt nagyon jól tudjuk, hogy terheket azt hordozni kell, ugye? Ezt mindenki tudja. De ennél más, többet is, más dolgokat is szeretni Isten, hogy hordozunk. És ez lesz a mai téma. A nagy dolgokat elhordozni. És akkor János 16:12. Ugye itt az utolsó vacsorán nagyon-nagyon hosszú és nagyon mély tanítás is a Szentlélekről, a szőlőtőről, a lábmosásról indulva, a szeretetről, és tehát tényleg Jézusnak, mint nem a jelenés, csak az evangélium, a szerepéről, a helykészítésről számunkra is, egy csomó-csomó dolog, de most nem megyek ezen végig, hanem János 10, evangélium a 16-12-től olvasom. Még sok mondani valónk van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok. De mikor eljő, amaz. Az igazságnak szelleme. Elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti nektek. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti nektek. Mindaz, ami az atyáé, az enyém. Azért mondtam, hogy az enyémből lesz, és megjelenti nektek. Eddig. Tehát visszatérve a 12. verset, azt mondja az ige, hogy még sok mondani valónk van hozzátok. Sok-sok dolog, ami még nem hangzott el, mondjuk ezen a beszélgetésen, vagy korábban. Mondhatták a tanítványok, hogy szuper, uram, akkor mondjad. Taníts. Hozzánk még ilyen sok-sok dolgod van, és szuper örül érezhetik magukat. De hozzátette az Úr, hogy de, most el nem hordozhatjátok. Most gondolhatták. Pedig már annyira benne voltunk. Pont most. Mi az, hogy most el nem hordozhatjuk? És ebben a versen van egy ilyen ellentét. Egy szuper dolog, hogy sok mondani való. És hozzánk, hozzájuk, de most még nem hordozhatják el. Ha most lefordítanám ezt szó szerint ilyen nyers volt, ilyen törve magyar, törni magyar fordítással, akkor ez úgy lenne, hogy van sok mindenem. Hozzátok mondani. Másképp. Törjem kicsit. Van nagy készletem. Hozzátok mondani. Tehát az van, hogy kihangsúlyozva, hogy Jézusnak a készletében, a tárházában óriási kincsek vannak még, amiket nem mondott el, vagy nem adott át nekik. Tehát neki van egy fantasztikus nagy készlete, van egy fantasztikus teritoriuma, van egy fantasztikus kijelentése, amit azt mondja, hogy meg fog előttük nyitni. De nem most. És ez a nagy készlet, amivel az Úr rendelkezik, és amit meg fog nyitni, vagy ez a nagy, ez a sok minden, ez a nagy gazdagság,
ami nála van, amit majd nekik mondani akar és meg fog nyitni. Ez azért nem történhet meg most, és azért nem folytatja a tanítást, amire mondhatják, hogy ó, szuper, menj, akkor mondjad. Nem. Már pedig most már jó lett volna, ami elmondott. Azért nem, mert azt mondja Jézus, hogy most még nem vagytok képesek ezeket elhordozni, vinni, felemelni, viselni, cipelni. És itt a képesség, vagy a hatalom, vagy az arra való képességről van szó. Tehát ami miatt Jézus Krisztus itt nem folytatja, amit még majd el fog mondani, vagy abból a gazdag készletéből, abból a gazdag mindenéből, abból a gazdag birtokából majd át fog adni, az azért van, mert azt mondja, hogy még most nem hordozhatjátok el. Tehát valami hiával vannak, valamiféle hatalom, valamiféle képesség, valamiféle képességnek a hiával, de majd ez meg fog történni. És itt hadd mondjam már most el, hogy ez a nagy készlet, ez a van nekem nagy készlet nektek mondani, ez biztos, hogy tele van csupa-csupa jó dologgal és áldással és olyan dolgokkal, amit majd, amiről azt mondja, hogy 13. vers, hogy minden igazság, a teljes igazság. Azt mondja a 13-nak a második fele, a bekövetkezendők, amik jönni fognak. Azt mondja a 14-dik, ami engem majd dicsőít, ami belőlem van majd. Sőt, ami belőlem van, az nem az enyém, hanem az atyáé, az atyának a dolgai. Biztos, hogy ez sok-sok olyan gazdagság, olyan nagy dolog, olyan jó dolog, ami Jézus Krisztusnak a dicsőségére van, és ami valamiféle áldás, valamiféle jó, ami majd még rájuk várni fog. Tehát ez a van sok még, van nagy még, ez az atyáé, ami Jézus Krisztusé is. És ebből lesz majd a Szentlélek. Tehát, és ezek azok, amiket még azt mondja, hogy nem hordozhatjátok, nem vagytok képesek elhordozni. Tehát visszatérve az elejére, azt tudjuk ugye, hogy a terheket azt hordozni kell. És majd erről fogunk beszélni még. De nem csak a terheket szeretné az Úr, hogy hordozzuk, hanem mit szeretné még, hogy hordozzunk? Abból a készletből, abból a jóból, abból az áldásból, ami az atyáé, amiből a Szent Szellem vesz, olyan áldásokat is hordozzunk, ami lehet, hogy éppen most még nincs a hatalmunkban, vagy most nem vagyunk képesek rá, de az Úr azt szeretné, hogy az ő dicsőségére legyünk, és a Szent Szellem vezessen el minket olyan dolgokra, hogy még nagy áldásokat is, Istennek a nagy dolgait is tudjuk hordozni. Amen! És itt az elején van egy ellentét, amikor azt mondja, hogy nekem nagy dolgaim vannak. Sok dolgom, amit el akarok mondani. De most még nem teszem. Aztán jön egy örömhír, hogy van még egy de. Az első de az, hogy most nem hordozhatjátok el. És mi a második de, hogy tovább foglak titeket vezetni. Amen. Tovább fog ez a történet folyni. Habár most még ezt nem hordozhatjátok, de én azt szeretném, hogy nagy dolgokat is tudjatok hordozni. Az atyáit, az enyémet. De, és amikor eljön az igazságnak a szelleme, és azt mondja nekik, hogy lesz ennek folytatása. Mit mond? Tovább foglak titeket vezetni. Fel fogtok nőni ehhez a feladathoz. Képesség foglak titeket tenni arra, hogy ezekkel is éljetek, ez is a tiétek legyen. El fogom küldeni hozzátok Istennek a szellemét. Ez nem magatoktól lesz. És akkor itt van ez a másik de amikor eljön. Az első de az, hogy de most még nem hordozhatjátok. A második, hogy de majd eljön a Szent Szellem. És itt jön a de vigyázz, mert itt még nincs vége, de hogy nem, el fog jönni az idő, amikor áldásokat fogtok tudni hordozni és megélni. És a tanítványokra gondolunk, hogy minek kellett náluk megtörténnie. Meg kellett történni az újjászületésnek, amikor Jézus rájuk lehet és vettek Szent Szellemet. Meg kellett történni a pünkösdi eseménynek, hogy vettek erőt a Szent Szellem által, betöltekeztek Szent Szellemmel, és mindjárt másképp látták a proféciákat, másképp látták a zsoltárokat, másképp látták Jézus Krisztusnak a halálát, másképp látták Joel
beszédeit. Másképp látták Ézsaiás prófétát. Teljesen új dolgok nyíltak meg előttük. Más áldásokat éltek meg. Másképpen alakult a jövőjük. Egyszerűen olyan formálódáson mentek át. És nekik a hatalomra való, vagy ez a képesség, ez abból állt, hogy újjászülettek, hogy Szent Szellemmel betöltekeztek, közben átmentek jelenformálódáson, gondolkodás módukba is változását be, és azt látjuk, hogy miután eljött a Szent Szellem, újjászülettek, betöltekeztek Szent Szellemmel, hordoztak az életükben, a szolgálatukban olyan áldásokat, olyan dolgokat, amit korábban nem, és a Szent Szellem elvezette őket olyan kijelentésekre, és a Szent Szellem által Jézus kijelentett olyan dolgokat, amit utána tudtak meg is, és hordozták ezeket az életükben. Amen. Tehát a kulcs számukra az, hogy eljön az igazságnak a szelleme. És a Csia úgy fordítja, hogy ő majd útmutató lesz a teljes igazságban. 13. vers. Elvezérel majd titeket, de amikor eljön az igazságnak a szelleme, elvezérel majd titeket minden igazságra. Hogy a Csia fordítja, a Szent Lélek lesz majd útmutató a teljes igazságban. És amit a Szent Lélek fog majd szólni, amiket most Jézus Krisztus nem mondott el, ő azokat fogja szólni, amiket majd hall. És ami a következő események lesznek, a bekövetkezendők, azokat fogja megjelenteni. A Szent Szellem Jézus fogja dicsőíteni. Abból fog venni, és azokat fogja megjelenteni. És mindaz, ami az atyáé, az a Jézusé, és abból vesz, és megjelenti nektek. Tehát olyan dolgokat, lesznek a birtokában, olyan kijelentéseket, olyan áldásokat fognak hordozni, ami hogy fog eljutni hozzájuk majd, a Szent Léleknek a kijelentése, útmutatása, tanácsa, vezetése, a Szent Szellemmel való közösség, a Szent Szellemmel való együttjárás során, hogy amiket most el nem hordozhatnak, azokat majd, amikor a Szent Szellem eljön, azokat az Úr megjelenti a Szent Lélek által. Úgyhogy ezeket így részben nézve, nem feltétlenül akarok most párhuzamot vonni a mai helyzetemmel, vagy az életünkkel, vagy az egyháznak a dolgaival, vagy a keresztény életnek a növekedésével, de úgy gondolom, hogy fontos dolog az, hogy a Szent Szellemmel való járásban, közösségben, az újjászületésben, a Szent Szellemmel való betöltekezésben Isten szeretne olyan dolgokat kijelenteni, amiket ő nélküle nem tudnánk elhordozni vagy megérteni. De a Szentlélekkel való közösségben meg tudunk érteni. El tud jutni a szívünkig. El tud jutni az életünkig. És másképp nem lehetne elhordozni, de ezek dicsőséges dolgok. Ezek az atyának a dolgai, amiket a fiúnak adott. És amit a fiújéból vesz a Szent Szellem, az kijelenti. És ezekre is kell, hogy legyen hatalmunk, képességünk, hogy ne csak egymásnak a terhét hordozzuk, ami nagyon fontos, hanem hordozzunk olyan áldásokat, amit az Isten szellemével való közösségből tudunk az atyájéból megtapasztalni és megnyerni. Ámen! Tehát én azt szeretném, hogy valóban, ha felteszem a kérdést, hogy mit tudok már elhordozni, és mit esetleg nem tudok még elhordozni, akkor őszintén meg tudjam látni mind a két oldalt, hogy valóban a Biblia arra tanít minket, hogy nehézségeket hordozni kell, terheket hordozni kell, és emellett hordozni kell Istennek a nagy dolgait is az életünkben. És mind a kettő, ez a Szentlélek ad erőt és hatalmat. Amen. Hordozni ezeket. Ugye a tanítványoknak azt mondta Jézus, hogy most nem mondom el azokat, amit még el szeretnék mondani. De majd eljön a Szent Szellem, és minden a teljes igazságra elvezet, és megjelent dolgokat, és engem dicsőít, az atyájéból vesz. És tovább vezette őket. És valóban a héberben a dicsőség szónak az alapjelentése az az, hogy teher.
Tehát Istennek a nagy dolgait, a nagy készletéből hordozni, az tekintélyes dolog. A héberben a dicsőség szó alapjelentés azt jelenti, hogy teher, súly. Ez a kabód, súlyosnak, nehéznek, befolyásosnak, terhesnek lenni. Istennek a jelenléte tekintély. Az Úrnak a jelenléte súly. Sőt, azt mondja Pálnak az Úr az apcsal 9-ben, hogy az én nevemet fogod hordozni. Jézus Krisztus nevét ebben a világban hordozni, az teher, egy jó teher, egy felelősség, egy súly, egy befolyás, amihez hatalom kell, amihez képes, Isten szerint való képességtétel kell. De ez olyan áldás, olyan dolog, amit szintén meg kell tanulnunk hordozni ebben a világban. És ez az áldás az életünkkel együtt, az életünkben meglátni, és vinni, és cipelni, és emelni ezt az életünkben. Amen. Tehát kell hordozni a nehézségeket, és kell hordozni a terheket, és kell hordozni Istennek azt a még sok, vagy még nagy készletem van, amire a Szentlélek tesz képessé minket. Tehát, hogyha megnézem, hogy mit tudok, és mit nem tudok hordozni most, akkor őszintén fel kell tenni a kérdést. Tudom például hordozni a gyerekeimnek a vele járó nehézségeket? Uram, mert a Szent Szellemed eljön, akkor ha a Szent Szellemed minden igazság elvezet, ezeket is jobban fogom tudni hordozni. Amen. Képes vagyok hordozni a családomban járó, a gyülekezetben járó, a testvérek életében járó feszültségeket. De mondja az ige azt, hogy aki utánam akar jönni, vegye fel a keresztjét. Képes vagyok ezt hordozni? Vagy mondja azt az ige, hogy egymásnak a terhét hordozzátok. Tudom ezt hordozni, és úgy töltsétek be a Krisztus Jézusnak a törvényét. Hogy ez megy, ez működik, és fontos, hogy ezekben a terhekben, ezekben a nehézségekben is tudjunk győzelemmel jutni. És ezek alatt ne sikertelenkedjünk, hanem ebben kitartsunk, ebben öröm legyen, ebben szolgálatkészség legyen, ebben Istennek a vigasztalása legyen, a Szentlélek bátorítása legyen, meg tudjunk állni, meg tudjunk maradni, tudjunk ezekért imádkozni, és át tudjunk élni ebben is szabadulásokat és győzelmeket a teherhordozásokban. Ezt is hordozni kell. Amen. És a másik oldal, hogy tudom hordozni azokat, amikről itt beszél az ige, hogy majd eljön a Szent Szellem, és kijelent olyan dolgokat, amiket még nem mondott el. A teljes igazságban, ami majd Jézus dicsőíti, a bekövetkezendőket, ami az atyáé, azok a kijelentések, amit az atyáéból kap Jézus, és a Szent Szellem a Jézuséból vesz. És én úgy gondolom, hogy hordozni kell Jézusnak a nevét, mondja ott Pálnak az ige. Ez is egy fontos kérdés, hogy ilyen áldásokat, ilyen jó dolgokat tudok hordozni? Velem van az, hogy Isten szellemével járok, és kijelenti az ő terveit, gondolatait, megújít, megfrissít, profétikussá tesz, megerősít az imában, a harcban, a küzdelmekben, mások felé való szolgálat, és egyszerűen tudok hordozni olyan áldásokat, olyan nagy dolgokat is, ami az ő dicsőségére lesz, azon túl, hogy a terveket hordozom, hogy ez is a Szent Szellem által működik is, és jól működik az életemben. És én úgy gondolom, hogy mind a kettőre szükség van, és mind a kettő fontos. Hordozni a terheket, és hordozni olyan áldásokat, olyan dolgokat, amit a Szent Lélek nem csak a teherhordozásban segít, hanem amivel a Jézus Krisztusnak a neve megdicsül, olyan dolgok, amik az ő erejéből, abból a kijelentésből fakadnak, amit látunk a tanítványok életében, pünköskor, pünkösd után, hogy hordozták, és hogy Pál hordozta Jézus Krisztusnak a nevét, és áldás vitt. Amen. Tehát hordozni a nehézségeket, hordozni a terheket, és hordozni Istennek a dicsőségét, azt a tekintélyt, azt a súlyt, amit az Úrnak a munkája jelent. Nézzünk meg egy pár igét ezzel kapcsolatban.
Lukás 14:27. És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jő, nem lehet az én tanítványom. Felvenni és hordozni Isten akaratát, akkor is, ha az nehéz. Akkor is, hogyha az harcokkal jár. Hordozni. Máté 20:12. Itt a szőlőmunkásokról van szó. Azt mondja az ige ott a 12-nek a végén. Azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak, és egyenlőké tetted azokat velünk, akik később álltak a munkában. Velünk, akik a napnak terhét és hőségét hordoztuk, vagy szenvedtük. Tehát a szolgálattal járó terhek hordozása, abban a kitartásban, abban a munkálkodásban, a keresztnek, Isten akaratának való engedelmességben, abban a megállásban való hordozás. Aztán Galata levél, 6. rész. Ötödik vers. Ki a maga terhét hordozza? 2. vers. Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek a Krisztus törvényét. Vagy vannak az egyházban olyan nehéz helyzetek, amikor átmennek a gyülekezetek problémákon. Azt mondja a Jelenések könyvében a 2. rész. 3. vers. Jelenések 2:3. És terhet viseltél. Ugye mondja itt az előző verzsé, megpróbálta az apostolokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok. És kiállt, küzdött a gonoszság ellen, és terhet viseltél, és béketűrő vagy. Az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. Azok nehézségek is benne vannak ebben a hordozásban, amit az egyházi kapcsolatokban, a gyülekezet életében is meg lehetett tapasztalni. És az a jó, hogy azt olvasjuk Jézus Krisztusról, hogy ő is hordozott terheket értünk. Azt mondja János 19-ben, hogy ő felemelte a keresztjét, és vitte, és hordozta. Vagy a Máté 8:17-et lapozunk, azt mondja, hogy betegségeinket ő hordozta, ő viselte. És Jézus Krisztus az a szenvedő szolga, aki minden gonoszságot és nehézséget érted és értem elhordozott. És ha nekünk nehézségeket is kell hordozni, tudd azt, hogy van, aki már ezt helyetted megharcolta. Máté 8:17. Ézsaiás prófétából idéz. Ő vette el, ami elég, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás próféta mondott, így szólván. Ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket. És ha visszamegyünk az Ézsaiáshoz, amit idéz. Ézsaiás 53. Pedig 4. vers, pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta. És mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől, és megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulnánk meg. Tehát valóban nekünk hordozni kell egymásnak a terhét, hordozni kell a családunkban járó, vagy a gyülekezetben járó terheket, de van egy nagyon fontos dolog, hogy erre minket az Úr, az hogy jelenlétével, az újjászületés által, a Jézus Krisztus nevébe vett hit által felhatalmaz, hogy ezekben mi megerősödjünk,
és nem kísért feljebb, mint hogy ezt el tudjuk hordozni, megadja a kimenekedést, a problémákban, a nehézségekben megerősít, mindenre van erőnk Krisztusban, aki minket megerősít, és ezeket a terheket tudjuk hordozni, és nem is kell mindent elhordozni, mert ő elhordozott minden gonoszságot, de amin át kell mennünk, azokban a dolgokban neked az Úr erőt ad. És ezeket a dolgokat, ez az egyik oldal, amit olyan módon lehet hordozni, hogy tényleg legyen meg a hétköznapokban a keresztény életünknek az az öröme is emellett, az a békesség, amiért Jézus szenvedett, legyen meg az a kiegyensúlyozottság, hogy a nehézségek mellett is a hordozni kell. Már volt, aki minden nehézséget és gonoszságot elhordozott, hogy mi ezekben győztesek tudjunk lenni. Amen. Ez az egyik oldal. És a másik oldal, hogy olvassuk, hogy ő elhordozta a betegségeket is. Elhordozta a fájdalmakat is. És amikor mi szolgálatban állunk, vagy szolgálatot végzünk, vagy az apostolok betöltekeztek Szent Szeremmel pünköskor, utána megtértek emberek, utána meggyógyultak az ő szolgálatokon keresztül. Jézus Krisztus elhordozta a fájdalmainkat, elhordozta a nehézségeinket, elhordozta a problémáinkat, minden gonoszságunkat, és elhordozta az embernek mindazt a baját, betegségét, azt a nyavajáját, gondját, hogy mi ne csak ilyen problémákat hordozunk a hétköznapi életnek a gondjait és nehézségeit, hanem Istennek a szolgáiként olyan áldásokat is tudjunk Jézus nevében hordozni, ami az ő keresztjéből fakadó, a szolgálatunk során az a gyógyulás, az az áldás, az a jó, amivel felruház minket a Szent Szellem által, amivel használ minket, amikor emberekért imádkozunk, és ezeket is, amikor az ő nevét hordozzuk, át tudjuk élni. És ezt a tanítványok akkor érték át, minek utána a Szent Szellem újjászülte, betöltötte, kijelentést adott egy olyan módon az egyházban, ahogy korábban ezt nem, és én hiszem azt, hogy Isten azt szeretné most is, hogy legyen erőnk hordozni a terheinket, és tudjunk hordozni abból a nagy készletből, abból az atyájéból, ami a Jézusé már, amiből a Szent Szellem vesz, és kijelenti, és olyan dolgokat mond, és olyan dolgokat tesz, ami Jézus Krisztust megdicsőíti. Amen. És én úgy gondolom, hogy minket is akar a Szent Szellem tovább vezetni. Minket is szeretne a teljes igazságban tovább felruházni, kijelentést adni, tovább igazgatni minket, kijelenteni nekünk az atyájéból, ami a Jézusé, és megjelenteni dolgokat is szolgálni rajtunk keresztül. És most valahogy úgy van ez, hogy amit Jézus Krisztus elvégzett, amit ő bevégzett a kereszten, amiért szenvedett, amit elhordozott, azt látjuk, hogy ezek nem egyik napról a másik napra lesznek egy ember vagy egy gyülekezet életében teljessé, vagy látjuk a tanítványok életében is. Hanem van ebben egy fokozatosság, van ebben egy növekedés, van ebben egy kiteljesedés, hogy elvezeti a Szent Szellem őket, a teljes igazságban is kalauzolja őket, hogy a Jézuséból vesz és kijelentéseket ad. Amen. És amikor ez megtörténik, a tanítványoknál, hogy olvassuk, azokat a dolgokat élik meg, amit akkor Jézus nem mondott el nekik, de később a Szent Szellem által elmondta és megcselekedte, kijelentette, átadta, és amiben utána használta a tanítványokat, a Szent Szellem által Jézus Krisztusnak a dicsőségére. És volt az életükben egy ilyenfajta növekedés. És úgy gondolom, hogy ma is ilyen tekintetben igaz a dolog, hogy van az életünkben egy növekedés, egy fokozatosság. És én abban hiszek, hogy minden hétköznapi dolgunkban kitartásra, teherhordozásra, bölcsességre, a fáradtságra Isten megtanít minket, és ebben hűségesnek kell lennünk. De ha csak ezeket hordoznánk, akkor igen szegények lennénk. Én abban hiszek, hogy hordozni kell olyan dolgokat is, amit a Szentlélek olyan módon
munkál bennünk, mint ott az tanítványok életében, hogy tényleg dicsőítették mondjuk a sánta gyógyulásánál a Jézus Krisztusnak a nevét. Vagy amit elvégzett az életükben ott pünköstkor. És hogy hordozzuk az életünkben abból a készletből mindazt a nagy dolgot is, amit rajtunk keresztül Isten munkálni akar. Én szeretném ezeket is egyre inkább hordozni. Nem akarom félretenni azt, hogy egymás terhét hordozzuk, és nem akarom félretenni azt, hogy ebben ne legyünk kitartók és hűségesek, de szeretnék nagy dolgokat hordozni Jézus Krisztus nevében, ahogy Pál hordozta Jézus Krisztusnak a nevét. És hiszem azt, hogy ez is a miénk. És amit Jézus Krisztus elvégzett, ez fokozatosan, ahogy növünk, haladunk előre, ebből a Szent Szellem ad nekünk kélen dolgunkat. Nekünk. És én most látom annak a jelentőségét, hogy felfedezni azt, hogy hogyan tud a Szent Lélek minket betölteni, vezetni, kijelentéseket adni, isteni vezetést adni. Azt mondja a Róma levél, azok Istennek a fiai, akiket Istennek a szelleme vezérel. Tehát az Isten fiához méltó, vagy hozzá illő élet egy Szent Szellem általi rendszeres, naponkénti vezetés. És hogyha ez a vezetés megvalósul, ha ez a vezetés létrejön, akkor lehetnek az életünkben szabályok, meg lehetnek elvek, ami kell is, meg lehetnek különféle technikák, meg módszerek, ami jó is, hogy kevésbé legyenek ilyenek, de ezek önmagukban kevesek arra, hogy irányítsanak, vezessenek, és tovább vigyenek az emberek felé való szolgálatban. Tehát lehetnek és kellenek olyan fontos szabályok, elvek, tanok, de az emberek elé nem csak ezeket kell tenni, hanem az emberek elé úgy kell menni, hogy Isten szelleme vezet, ahogy kijelent, ahogy elvisz, ahogy szól rajtunk keresztül, hogy megadja, amit szólnunk kell, hogy megadja, ahogyan imádkozzunk emberekért, hogy észrevette Pál, hogy van hit annak a sántának, hogy azt mondta Péter, hogy kelj fel és járj, ahogyan az emberek között forogtak. Sokszor ez több annál, hogy nekem van egy rendszerem, vannak elveim, ami nagyon fontos, szabályokat betartva, bibliai módon hitelveket vallunk, ez nagyon jó. De Isten szelleme akar mindezek mellett, vagy ezzel együtt egy olyan fajta vezetést, egy olyan fajta friss erőt adni a hétköznapokban, egy olyan fajta betöltekezést, ami kell ahhoz, hogy ahogyan szólunk emberekhez, ahogyan imádkozunk emberekért, ahogyan profétikusak tudunk lenni, és hogy tud a Szent Szellem milyen módon minket vezetni. Ez egyik nagyon fontos dolog, hogy ez személyesen az ő vele való kapcsolatban fog megvalósulni. Amikor betöltekezel Szent Szellemmel, ő személyesen az életedben lesz. Ugye a görögben is három nem van, a hím nem, oroszban meg németben meg ahol tanult, tehát nő nem, meg a semleges nem. De az a semleges nemre kéne használni az előjáró szót, amik azt olvassuk, hogy a szél vagy a szellem. Jézus nem a semleges nemű előjáró szót használja, hanem egy személyre utoló előjáró szót használ, hogy ő a Szent Szellem, aki fog vezetni. És amikor betöltekezünk Szent Szellem, elkezdünk imádkozni, azt érezzük, hogy van velünk valaki, átjár minket valaki, tanácsol minket valaki, bátorít minket valaki, vigasztal minket valaki. És ez más, mint hogy hiszünk dolgokban, amik kell, hogy higgyünk. Ez más, mint hogy vannak módszerek, amiket gyakorlunk az életünkben, meg van egy rendje az életünknek. Ez nagyon jó, de amikor a Szent Szellemmel betöltekezel, akkor azt érzed, hogy van valaki, aki veled van. És kell, hogy vezessen, amikor igét olvasol, adjon kijelentést. És érzed a szívedben, a lelkedben, hogy nem vagy egyedül, hogy az Úr van itt. Áldást készít, kijelentést ad, tanácsol, megmutatja, mit tegyél, hová menjél, megmutatja, hogyan tudsz erős lenni a harcban, megmutatja, mi az, amit rád bíz, és átjár, és bátorságot ad arra, hogy elinduljál, mint Isten követe ebbe a világba. Az igéből szól, vagy amikor a nyelveken imádkozol, kijelentést kapsz. Isten szól, megmutatja az ő akaratát, proféciát, vagy érzel egy belső hangot, vagy amikor dicsőítesz, akkor egyszerűen erőt nyelsz, erőt veszel, és közben a Szent Szellem mutat neked dolgokat, mutat személyeket, mutat embereket, mutat helyzeteket, bátorít helyzetek felé, imádkozol, dicsőíted az Urat, és közben olyan kijelentéseket, olyan dolgokat ad és vezet, ami
egy hétköznapi életben egy olyan áldásba vezet, amiket vele együtt, ha megteszünk, vagy végigviszünk, akkor hordozhatjuk ezeket a nagy dolgokat, ezeket az áldásokat. És hiszem azt, hogy ilyenre a Szentlélek akar minket vezetni, tanácsolni, bátorítani, buzdítani, és vigasztalni, hogy mit csináljunk, és mit szóljunk, és mit tegyünk. Amen. És én akarom ezeket hordozni. És így meg tudnak nyílni olyan mennyei erőforrások. Olyan dolgokat tudunk a világ előtt elé tárni, amiket nem tudnám megtenni, ha nem ő vezet, ha nem ő szól, ha nem ő bátorít, ha ő nem lenne velünk, ha vele nem töltekeznénk be. És hordozhatjuk ezeket az áldásokat a mindennapokban. Úgyhogy én azt szeretném továbbiakban is, hogy minden terhemben és minden terhünkben egymás mellett kitartani. Most volt a diakonuson is több olyan személyről szó, akik nehézségükben vagy terhek alatt vannak, vagy akiket újra szeretném megszólítani, vagy akikkel újra felvenni a kapcsolatot, vagy akik kérdések, hogy hogyan éljük az életüket, ami rajtunk áll, mi szeretnénk ezeket a terheket hordozni. Amen? És emellett hiszem azt, hogy vannak olyan dolgok, olyan készletek, olyan áldások, hogy Jézus nevét hordozzuk, akkor hordozhatunk ilyen áldásokat, amik a Szentlélek vezetéséből, kijelentéséből ilyen dolgokat, ilyen nagy dolgokat, ilyen áldásokat vihetnek az emberek életébe, és ezeket is szeretném hordozni. Amikor Mózesnél a nép elbukott és bálványt épített, akkor azt mondta Isten Mózesnek, hogy a te néped. Emlékszel? Mózes meg azt mondta az Úrnak, hogy a te néped. És elgondolkodtam, hogy kié a nép. Az Úr a népben, mi tartozunk érte felelősséggel. És ezt hordozni kell. Amen? És ez nagyon jó dolog. És mindezzel együtt Isten ad hatalmat, hogy ami csak a Szentlélek által lehet szó, erő és hatalom a Jézus nevében, azok is ott legyenek az ő népének az életében. Mert ez az ő népe. És azt mondja ott az Úr, ne felejtsétek, hogy még sok mondani való van, de ezeket most el nem hordozhatjátok. De majd eljön a Szent Szellem, és elvezetiteket. Teljes igazságban, és engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti a következendőket, és ebben hiszem azt, hogy sok-sok jó dolog, sok-sok áldás, sok-sok gazdagság és kincs volt ott elrejtve szóban is, és erőben is. Amiket a Szent Szellem által utána ők át is éltek, meg is tapasztaltak, különleges szolgálatba álltak, és hiszem azt, hogy nekünk is a Szent Szellem ezt a vezetést, ezt az erőt, ezt a kijelentést, hogy Jézuséból vezet, és ő dicsőítse, és ez is egy teher. Egy olyan fantasztikus dolog az Istennek a tekintélye, hogy azzal hogyan élek a dicsőséggel, hogyan élek, az igékkel hogyan élek, az Úrtól való elhívással hogyan élek, a Jézus nevével való szolgálattal hogyan élek. Ez is egy teher, egy súly. És ezt is tudni kell, és erre is felhatalmaz minket az Úr, hogy ezt is tudjuk hordozni. És én így szeretném keresztény életemet, a mai üzenethez kapcsolva sikeresen, vagy áldottan, vagy jó irányba haladva élni, hogy hordozni a terheiteket, hordozni a családom terhét, hordozni mindazt, ami a hétköznapoknak a felelőssége, és mellette kérni a Szent Szellem vezetését, úgy imádkozni, mint aki velem van, és megvigasztal, és felbátorít, és Jézus nevével tudjak járni, és Jézus nevét úgy tudjam hordozni, hogy amikor az én szolgálatom ott van bárhol, vagy a tiéd, az ő dicsőítse. Szóval, és hatalommal, és erővel, és tetten, és cselekedettel. Én ilyen hordozó ember szeretnék lenni. Tudod-e, hogy Jézus
egy nagy hordozó ember volt. Sok-sok áldást hozott, és elhordozta a betegségeinket, a terheinket elhordozta, elviselte, és hordozta, amerre csak járt, azt a hatalmat, a Szent Szellemnek, azt az erejét, aki ő vele volt. Amen. És én szeretném ugyanígy hordozni a terheket is, amit hordoznom kell, azzal a bizonyossággal, hogy ő már mindent elhordozott, és nekem van erőm a Krisztusban, hogy én is elhordozzam. És hordozni az ő dicsőségét azzal a bizonyossággal, hogy tudom azt, hogy Isten szelleme vezet arra, hogy rajtunk keresztül és rajtad keresztül, és a gyülekezeten, az ő népén keresztül olyan dolgok történjenek, ami őt fogja dicsőíteni. Szóban is, és az ő erejének a megnyilvánulásában is. Amen. Tehát én hordozó akarok lenni. Jézus Krisztus hordozó. És én is szeretnék hordozó lenni. És hogy ugye van olyan, amire most nem vagyok még képes, nem akarom feltétlenül párhuzamot vonni a tanítványokkal most, magunkra nézve. Nem tudom, mi múlik rajtam, vagy mi az, amire nem vagyok képes, de tudom azt, hogy az Úr megtanít minket bölcsességre, azt mondja, megtanít minket harcra, megtanít minket a viadalra, azt mondja Mózesnak, megtanítalak, mit szóljál, aztán megtanítalak téged Áronnal, hogy mit cselekedjetek, azt tudom, hogy mindig lehet Istennél tanulni és előre haladni. Hogy minél inkább tudjam hordozni azt, amit ő velem küldeni akar. Amen? Oké. Imádkozzunk ezért. Szeretném ezt, hogy az Úr elé vigyük, és így imádkozunk. Mennyi Atyán, köszönöm neked, amit Jézus Krisztusban cselekedtél. És köszönöm neked, amit a Szent Szellem által a napokban cselekszel. Köszönöm a dicsőségedet. Köszönöm, hogy Jézus elhordozta a betegségeinket, fájdalmainkat, a bűneinket. És köszönöm, hogy minden nyomorúságunkat elhordozta. És ma is van erőnk arra, hogy egymás terhét hordozzuk. Hogy a hétköznapoknak a hőségét elszenvedjük. Akarjuk, Uram, ezekben tényleg azt a győzelmet is átélni, amit mondtál, hogy diadalra vezetsz minket. A küzdelmekben is diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. És tudom, még abból a készletből, ami lehet, hogy nincs meg, vagy amire vágyunk, azt is kérjük, Uram, amit a Szent Szellem által tudsz kijelenteni, elmondani. És köszönöm neked, hogy amivel fel tudsz ruházni erővel, hogy a Jézus Krisztus nevét tudjuk hordozni, az is működjön, Uram. Kérlem azt te tőled, hogy ilyen egységben tudjon az életünk a hétköznapi dolgokban, a földi dolgokban, a családi dolgainkban, a gyülekezetben és a mennyei dolgokban is hordozó életté válni. Köszönöm ezt neked. Csak akarok nagy dolgokat hordozni veled. Akarok nagy dolgokat hordozni veled. Abból, amire azt mondtad, hogy sok van még, nagy készleted van, nagy kincses házad van, és hiszem azt, hogy a Szent Szellem tudja ezeket a kincseket osztogatni, és adni, és kijelenteni. És vezetni benne, hogy ebben mi részesek tudjunk lenni. Hiszem, Uram, hogy a Szent Szellem tudja ezt, és Szent Lélek, akarunk veled közösségben lenni, ima közösségben, dicsőítésben, és az igékben, hogy jelentsd ki Istennek a nagy dolgait. És vezessél minket a szolgálatokban, a Jézus Krisztus nevének a hordozásában. Köszönjük, hogy a népet vagyunk, akarjuk a te dicsőségedet hordozni, hogy a te tekintélyed, a te befolyásod ebben a világban nagy tudjon lenni a Jézus Krisztus nevében. Amen. 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 És messze szállt a félelem.
neked adom az életem. Rám leheltél, és életembe töltöttél. Kezeddel hozzám értél. Fényadtál engem, és szívem már eltölt. Csak ezért az ország. Szabaduljanak emberek.
Gaudi Sankara Smurti Vasita Hovati Mario Sankas. Köszönjük Teret! Halleluja, hogy bátrak lehetünk, azt mondtad, menjünk el, és hirdessük az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, és akik hisznek, azokat jelek követik. Betegekre vetik a kezeiket, és azok meggyógyulnak, démonokat űznek, kígyókat vesznek föl. Köszönjük Teret! Köszönjük Teret! A Te hatalmadat és a Te dicsőségedet. Köszönjük Teret! Halleluja! Magasztalunk Téged! Ragadjon meg az a mennyei kezed! Az a mennyei ujjad érintsen meg, amit azt mondtad, hogy azáltal őzted ki a démont. Te ujjad! Halleluja! Halleluja! Hogy megértsük a célt, és megértsük a Te akaratodat, hogy megértsük a Te igazságaidat, és hogy hordozni a Te dicsőséget. Halleluja! Uram, magasztalom Téged, hatalmas vagy, és legyőzted az ellenséget. Hatalmas az Úr, erős Istenünk, mert ő a Teremtő, Szent Isten az Úr, hatalmas király, a menny és a föld, szavára előáll hatalmas, hatalmas az Úr, erős Istenünk, áldjon Szent nevét, mert ő a Teremtő, Szent Isten az Úr, hatalmas király. Dicső nagy az Úr, örök
Köszönöm, dicső, 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 dicső nevét, dicső nevét, dicső nagy hazú. Yeah.
Megújítja a szívet, friss teheti a
az Úrra szellemem, formát, minket népi ígér áll.
És vannak helyzetek, amikor a félelem ki tud mozdítani embereket az elhívásukból, mint ahogy ide is látjuk a barlangot. Szívem, szívem, szívem,
téged győzött az Úr. Shut up.
Mert az Istennek szerelme kitöltetett, mi szívünknek a Szent Lélek által, ami adatot minélkült. Mert az Isten, mikor még erőtlenek voltunk, a maga idején meghalt a bokaszokért. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelmem kitöltetett, a szívünknek a Szent Lélek által, ami adatot még őt. Mert az Isten, mikor még erőben nem voltunk, a maga idején meghalt a gonoszokért. Az Úrnak szelleme van rajta, Őszellem, aki bennem. Az Úrnak szelleme van rajta, Őszellem, aki bennem. Nincs semmi más gondjai, nem lehetszíti meg szívem. Az ő gondolatai, megújítan a szüntelem. Megújítan a szüntelem. Megújítan a szüntelem. Szeretnél valaki, hogy imádkozzunk ma érte, hogy odaadja az életét az Úrnak, vagy Isten szellemnek, a cselekedet. Szeretnéd, hogy imádkozzunk érte? Nyugodtan akarsz? Tudod, mi a megtérés? Hallottál már róla? Aha. Oké, imádkozunk érted, de aztán majd utána beszélgetünk. Jó? Ide jössz előre? Kérünk, Uram, hogy munkálkodjál az új életében, és hozd el azt a pillanatot, amikor megtörténik az az új embernek a megszületése, az a felismerés, amiről hallottunk a legelején, hogy felismertek téged Jézus Krisztus. A kenyérnek a megtöréséből, felismertek a mozdulataiból. Imádkozunk ő élete, áldás legyen az életünk, és találkozzon veled, szemtől szembe, találkozzon veled, szívtől szívig. Uram, és Istennek a jelenléte, a Szent Szellem személyes, vigasztaló, tanító jelenléte, közössége legyen az ő életében, és megáldunk téged. Isten, vezéreljen téged. Megtapasztalt, hogy aki elhagyja az életét, ő életet, az megtalálja azt. Így állunk meg téged, Jézus Krisztus nevében. Amen. Örülök, hogy itt voltál. Folytatódik. Beretől városig elmentek. Jönnek a jövő héten is. Oké. Okay. Egy dolgot befejezzük? Mi már nem akartál? Amen. Amen. Okay. Áldjuk meg az Úr titeket.